azt gondolom, hogy az életvitelben per pillanat olyan nagy változásokat nem kéne kezdeményezni. Egyrészt azért, mert azért én abban bízom, hogy azért nem fog már túl sokáig tartani ez a járvány, és akkor újra visszatérhetünk a normál kerékvágásba. Másrészt pedig az, hogy nem érdemes most ebben a szituációban egy új megoldásokon gondolkodni. Én azt gondolom, hogy tartsuk azokat az étrendi szokásainkat, ha tudjuk elérhető, amiket korábban, azokat az étrend kiegészítőket, amik korábban szedtük. Én azt gondolom, és próbáljunk meg természetesen a bezártságnak megfelelően egy maximális fizikai aktivitást is elérni. Én nagyon-nagyon javasolnám, és az mondjuk nem sokba kerül, hogyha rendszeresen, most jó idő is van, rendszeresen, nem tudom, sétálnak az emberek, mondjuk kellemetlen így magunkban sétálni, ugye ez a legbiztonságosabb, de a nyugodt napi fél óra séta az egy rettentő jó olyan tréning, amelyik karban tartja nem csak a testünket, a lelkünket is.